Sinatúrtja már. Lehetetlen, meg nem retten, veled nincs határ. Minden óra is kedvítsérjen, magasztaljon a mindenség. Többet ér, amit tőled kaptam mindennél. Minden óra is kedvítsérjen, magasztaljon a mindenség. Most fegyelek
Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy akarsz a szívünkhöz szólni. Akarsz hozzánk beszélni. És Uram, itt vagyunk, megnyitjuk a mi szíveinket. Azért vagyunk itt, hogy tégy velünk, amit csak akarsz. Uram, várunk rád. Várunk rád, és szeretnénk, hogy találkozzunk veled. Várunk rád, Urunk. Várunk arra, hogy találkozzunk, és a szívünkig érjen a menny. Uram, gyere, hadd érjen a szívünkig a menny. Thank you.
Sziasztok! A következő dal egy saját dal lesz, amit olyan helyzetben írtam, amikor minden kilátástalan volt. Az életem elkezdett lefele csúszni a lejtőn, és nem tudtam semmi másba kapaszkodni, csak Isten szeretetébe. Most mondhatnám azt, hogy ez csak ilyen tini fájdalom volt, amit éreztem, de igazából az volt, hogy az Úr elkezdett a bűneim miatt távolodni tőlem, és amikor rájöttem erre is, bocsánatot kértem, megvallottam teljes szívből ezt a... hogy bánatot okoztam az Úrnak, akkor ő hozzám fordult és adott egy olyan dalt, amivel tényleg ki tudom fejezni mindazt, amit iránta érzek. Úgyhogy hallgassátok meg ezt a dalt, mehet. A te szerelmet
több, mint elég nekem. A te szerelmed megtisztított, én látom már a célt. Az, mit véghez viszel az életemben, ezért örökké áldlak én. Várunk téged.
üdvösség szerzője régtől szerettél minket. Várunk rád, Urunk, kezeik felemeljük, dicsérjük szívünk. Téged imád,
Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy kiálthat hozzád a mi szívünk. Köszönöm, hogy hallanak a te füleid. Köszönöm, hogy hallod a mi szívünk énekét. Köszönöm, hogy te itt vagy, és hogy te már mindent megtettél. Mindent megtettél, hogy találkozhass velünk. Uram, imádunk téged, egyedül te vagy erre méltó. Köszönöm, hogy megváltottál minket. Köszönöm, hogy benned szabadok lehetünk. Köszönöm, Uram, hogy a te szerelmed jött és megváltoztatott mindent. Köszönöm, hogy egy csodálatos életet élhetünk veled, Uram. Köszönöm, hogy is ez egyre és egyre jobb lesz, minél inkább bízunk és ismerünk téged. Megváltunk, imádunk téged. Szeretünk téged. Amen. Szemed jön,
Adjunk még egy nagy tapsot a debreceni Alles zenekarnak. Igen, ezt a David Guetta is megirigyelni. Sok szeretettel köszöntelek itt az évadnak az utolsó vasárnap estéjén, illetve azokat is, akik az internet előtt néznek. Is there anyone who need translation? Please raise your hand. One. You can pick up radios in the corner. Amúgy az Alles zenekar majd itt fog árulni CD-t, mert most lenne meg egy kis lemezük, és 500 forintért tudtok tőlük venni lemezt, hogyha tetszett nektek. Mivel ez az évad záró, gyakorlatilag ez az alkalom most úgy néz ki, hogy egyben egy ilyen évad záró, egy Mikulás, egy karácsony, meg egy evangelizációs, úgyhogy kicsit sokat kell ebbe belesűríteni. Megpróbálom én is elmondani, ami az én részem. Szóval nem tudom, hogy hányan vagytok itt, akik újak, aki még soha nem volt. Van itt olyan? 1, 2, 3. Ilyenkor senki nem meri feltenni a kezét. Mondjuk akkor annak az egy embernek elmondom, hogy ez az épület, amúgy ez egy régen egy mozi volt, kár, hogy nem ismertem a dalok felét, és így kellett nézni a kivetítőt, de az egész épület az amúgy a Golgota keresztény gyülekezetnek az épülete, és ezen belül a vasárnap este egy alkalom. Ez az egyetemista, ez a fiatalabb vonal a gyülekezetnek, ahol ilyen zene is szólhat, mert azért valljuk be, hogy ez vasárnap reggel kiverné a biztosítékot szerintem egy-két embernél, még nálam is lehet, hogyha egy ballával kelek föl. És ez az alkalom, ez, ahogy a gyülekezet is, ez Istenről beszél, és Isten tanulmányozzuk a Bibliát, úgyhogy gyakorlatilag nem kell erről többet beszélnem, majd a Sisi úgy is fog. Mivel ez az utolsó este, ezért picit elvázolnám nektek az este menetét, mert hogy lesz egy nagy kajálás a végén, és nemrég volt az adománygyűjtő este, és az abból befolyt pénznek egy részét mi belefektettük kajába, méghozzá lencsefőzelékbe, mert hát, hogy mégis szilveszter, meg évadzáró, akkor lencsefőzelékkel, meg virslibe, meg kenyérbe. Úgyhogy lesz ilyen 100 adag körülbelül lencsefőzelék, amit mi állunk, mert ki tudja, hogy ti mennyit hoztatok, de amúgy így egy ilyen közös, mindenki beledobja, amilyen van, és akkor lesz kajálás. Úgyhogy szeretnélek megkérni, hogyha mondjuk előbb végzel, vagy előbb akarsz elmenni, akkor nem tudom, hogy már kint lesznek a kaják, de ne csipegess bele, mert az erkölcsileg nem annyira fair, hogy valakit bent még ül, te meg kint még egy pogácsát lehúzol. Csak ezt így figyelmeztetésképpen. Szóval, körülbelül így fog kinézni az este, és majd mindjárt jön a Sisi és beszél, utána még a srácok visszajönnek egy picit zenélni, és utána a kaja. És nagyon fontos, a régieknek mondom, hogy van a cipős doboz koncert, ami a sportarénában van mindig, és a vasárnap estét megtámogatták azzal, hogy ingyen mehet bárki, aki feljelentkezik a vasárnap estének az info.kukac.hu-ra. Szóval
Ha van kedvetek jönni, ez december 22-én lesz, egy hatalmas koncert az arénában, és nem tudom mennyi a jegy, igazándiból, hogyha vasárnap estén keresztül jelentkezel, akkor ingyen van. Úgyhogy ez egy ilyen újévi karácsonyi ajándék a nem tudom kitől, a cipős dobozoktól. Nem tudom, baptista szeretett szolgálat tőlük, igen. Jó, én már nem szeretnék itt többet beszélni, nincs miről. Sziszi, gyere! Fogadjátok nagy tapsal! Ez a hír, ez ma délután jött. Fölhívtak, hogy lehetne erre a koncertre elmenni, és mondom, mennyi a jegy? Azt mondja, ingyen van. Figyelj, akkor megyünk. Úgyhogy... Akinek van e-mailje, az akkor küldjön e-mailt, ha nincs internetkávézóba is tudsz ezzel lépni, és akkor majd kitaláljuk, hogy hogyan tud átvenni a jegyet. Eléggé jó koncertnek tűnik, többek között a Pintér Béla is fel fog lépni, úgyhogy aki szereti, az csak egy ilyen kettcsináló. Én is szeretnék mindenkit üdvözölni itt az év utolsó vasárnap estén, sziasztok, és ha van arra lehetőség, ti is úgy egymást üdvözöljétek, legalábbis egy hellóval. Ciao. Donát! Wow. És ha már ezen túl vagyunk, én szeretnék köszönetet mondani elsősorban nektek, aztán minden egyes dicsőítésben résztvevőnek, nem csak most, hanem az egész évben, az internet előtt ülők hallgatóknak, minden tanítónak, aki valaha is ebben az évben itt volt, minden szolgálóvezetőnek, és minden szolgálatban résztvevőnek, akármilyen módon, akár hányszor, akár csak egy pohár vizet is adott Jézus nevében bárkinek. Úgyhogy legyetek nagyon áldottak az új évben is, és nagyon hálás vagyok az Úrnak értetek, és nagyon nagy élmény ezt veletek együtt megélni, és tényleg leginkább neki szeretnék köszönetet mondani, mert ez róla szól, ezt ő kezdi, ő tartja fönt, mindannyi, ami őt szolgáljuk, aki szeret minket, és aki az egészet megálmodta, és tartsa meg jövőre is. Amen. Na, de most hosszú volt ez az év, vagy csak nekem volt hosszú? Másnak ki az, akinek hosszú volt ez az év? Mondjuk ugyanannyi napból át, csak kétszer annyinak tűnt. Tehát vagy ahogy öregszem, egyre nehezebben élem meg a nehézségeket, vagy tényleg nehéz év volt, de az nem biztos, hogy nehéz, hosszú volt. Ez így diplomatikusan, milyen éved volt? Nagyon hosszú. Viszont a vége legyen jobb, mint az eleje volt, nem? Legyen ez a mai nap is egy igazi áldás, és ami még hátra van az évből, az szóljon a szeretetről, a kegyelemről, magáról, az Úrról, és élvezzétek mindazt, ami van, akár mentek a kóruskoncertre, akár itt a cipős dobozba, akár bárhová. Oda is mehettek, csak ne lehagyjatok sokáig. Tehát a lényeg az, hogy úgy van. Változunk. Vagy legalábbis fizikailag biztos. Remélem azért, hogy az Úr munkája által jellemben is, az ő megismerésében is, az igének a tanulmányozásában, a dicsőítésben, a közösségben, mindazokban a dolgokban, amit ő ránk hagyott, én azt gondolom, hogy változunk. És ahogy véget ér egy év, és visszanézünk, mert nálunk most van szilveszter, csak szólok. Tehát, akkor sok élmény előjön. Előjönnek Istennel való kijelentések. Előjönnek új kapcsolatok, akár új szerelmek, új munkák. Előjönnek azok a dolgok, amik az ő jóságát és az ő szépségét újra felvidámítják a szívünket. És előjönnek vesztességek, előjönnek törések, előjönnek olyan dolgok, amik szomorúak. De ezekben a dolgokban is ő mindig ott van velünk, és megvigasztal, és ő hűséges, és kegyelmet ad. És azt gondolom, hogy ez a mai nap elsősorban az ő kegyelméről fog szólni. Ha van nátok Biblia, akkor kérlek, hogy lapozzatok el a Lukács evangéliumának a 6. részéhez.
Most itt az év vége felé illene ilyen karácsonyi üzenettel megjelenni, és megpróbálunk majd arra menni, hogy legyen benne karácsonyi vonulat is, de ahogy olvastam ezt a részt, egyszerűen úgy éreztem magam, mint ebben az épületben egy 20 év ezelőtt, mint egy moziban. Megjelent előttem valami, és lenyűgözött. Ugyanis, majd olvasni fogjuk, ez a rész arról szól, talán a legszebb részek egyike, tehát hogyha sok Jézus filmet láttam, mondjuk egyik rosszabb volt, mint a másik. Van egy-kettő, amelyik jó, vagy annak mondják, egy jó biztos, hogy van, ugye azt mindannyian ismerjük, a többire meg úgy próbálkozunk azt mondani, hogy ezt nézd meg, lehet nem haszol el, de már nem tudom, melyikbe volt, de biztos, hogy volt, hogy Jézus egy gyönyörű szép ruhával, mögötte a tanítványok, megy a búzaföldön, megvan valakinek? És akkor simogatja a búzákat, és gyönyörű felhős az ég, kis aláfestő zene, hogy érezzed, hogy te is ott vagy. És a tanítványok is nevetnek, táncolnak, és mennek át a búzaföldön. És nem értem, miért, hogy közel ment a kamera, és simogatta a búzákat. Így ment. És mondom, a menny a földön. Amúgy igaz, mert ő volt itt, de tehát ez a feeling, hogy egy igazi szabadságban menni a búzaföldön az Úrra. Mert olyan sok minden el van rejtve ebbe a részbe. És ahogy keresztül mentek a búzaföldön, egy öröm volt abban a képben is, meg a szívemben is, hogy Isten mennyire jó. Úgy ugye a búza az az életet jelenti. Vagy legalábbis lehet kenyér nélkül élni, de kaja nélkül nem. Tehát az biztos, hogy meghal az ember. És hogy Isten gondoskodása a megújuló termésben, hogy az ember keresztül megy az életén, minden évben új és új lehetőséget kap, hogy életben maradjon. És az ő jósága az, hogy mi élünk. Az ő gondoskodása. És amikor a Messiás Krisztus ment a földön, és fogta ezt, ő tudta, hogy ő az élet kenyere. Ő tudta, hogy Isten gondoskodik az emberről, és nem hagyja, hogy ilyen haljon. És hálát adott. És egy igazi szabadság volt. Mert valahogy megértették, hogy milyen jó Krisztussal együtt lenni. A tanítványok, akik vele voltak, azok már jó sok élményen keresztül mentek. Ugye, amikor elhívta őket, akkor ők ugyanolyan normális emberek voltak, mint közülünk bárki. Mondjuk nem biztos, hogy mi halászok vagyunk, de ha valaki dolgozik az APEC-nál, az például vámszedőnek elmenne, de tehát sokoldalú hétköznapi emberek, akik pontosan úgy néztek ki, mint a korban mindenki. Tehát se nem rosszabbak, se nem jobbak nem voltak. Valószínűleg kicsit alulképzettebbek voltak, tehát hogy én is jól érezem magam. De tehát a lényeg az, hogy egyszerű halász legények voltak, vagy vállalkozóként, vagy éppen alkalmazottként, valamilyen módon túlélték a napjaikat, és ették mindazt, ami az életben maradást jelentett a számukra. És amikor az Úr elhívta őket, amúgy már rövid szeretnék lenni, úgyhogy segítsetek majd. Tehát amikor már kaja az érdekes, amikor beszélsz a kajáról, az kín van a kaja, akkor ne egyél hosszú, ez bős dolog. Úgyhogy majd az íveket levágom, jó? Tehát a lényeg az, hogy amúgy mindenki jól van? Jó, rend, mert én ismerem a sztorit, ha téged nem érdekel, akkor nem mondom el. Tehát vissza komoly, évvégére legyél komoly, jó? Egy új életformát értek. Az új életforma az arról szólt, hogy elhagyták a régit, bezugták az ajtót, soha többé nem jövök vissza, itt az Úr elhívott, megyek vele. És hogy milyen lesz ez az új, hát azt senki nem tudta. Egy nappal hamarabb nem tudták, hogy másnap mi fog történni. Nem tudták, hogy velük mi fog történni, nem tudták azt sem, hogy az Úron keresztül milyen csoda fog történni, nem tudták, hogy merre fognak menni, semmit nem tudtak. Egyszerűen az jellemezte őket, hogy a régit becsukták, és az Úrnak a jelenlétében élve egy új életre mentek. Ami számukra titok volt. Senkinek semmilyen kijelentése nem volt arról, ha csak nem az Úr elmondta, hogy holnap hova megyünk, hogy mi fog történni. Egy izgatott állapotban voltak, de mégis nagyon bizalommal voltak az új életük felé, mert ott volt velük az Úr. És tudták, hogy az Úr gondoskodik, hogy az Úr szereti őket, hogy az Úr hatalmas, hogy az Úr ott van, ezért mindenünk megvan.
Minden, ami kell az élethez, az számunkra elérhető, mert ő itt van velünk. És őket ez jellemezte, ez a kapcsolat. Igen, volt egy múltjuk. Mindannyian hallgattak gyerekkorukban tanításokat a zsinagógában. Mindannyian ismerték azokat a törvényeket, amelyek a zsidó kultúrát átjárták. Mindannyian tanulmányozták, mert a zsidó államban mindenkinek tudnia kell nem csak a 10 parancsolatot, hanem azokat a törvényeket, amelyek a hétköznapok életéhez kellenek, akár a szombatra vonatkozóan, akár más ünnepekre vonatkozóan. Tehát akkor, amikor valakiről azt mondják, hogy analfabéta, az nem azt jelenti, mint nálunk egy kis faluban, hogy nem tudja leírni a nevét. Ott mindenki pontosan tudta, hogy az adott ünnepen milyen szokások vannak. És mindenki tudta, hogy mit tehet egy adott napon, illetve mit nem tehet egy adott napon. És ők ugyanennek az életnek a részei voltak. És megvolt bennük az emlék. És a többiek mindannyian körülöttük ugyanannak a rendszernek a részeinként éltek. És akkor a következőt olvassuk, ha már azt mondtam, hogy nyissuk ki, Lukács evangélium a 6. részében. Történt pedig egy szombati napon, hogy vetések között ment át, a tanítványai pedig kalászokat szaggattak, és kezükkel szétmorzsolva ették. Hoppá. Na ez volt az a rész, igaz? Amikor Jézus és tanítványok mögött, azok nem voltak ilyen szépek, azok kajáztak. Mert ők éhesek voltak. De nekik az, hogy valami kulturális szépség, hogy gyönyörű az ég, meg hogy itt a kenyér, az azt számít, hogy éhes vagyok, együnk. Tehát a tanítványok nem arról voltak híresek, hogy a szépséget fölismerték. Ők arról voltak híresek, hogy éhesek vagyunk, akkor enni kell. De itt egy különleges történet van. Ugyanis szombat nap van. A szombati nap a zsidó kultúrában az a pihenés napja volt. A legnagyobb parancsolatok a szombathoz kapcsolódtak. Hihetetlenül sok minden volt, ami a tiltó lista, hogy mit nem csinálhat. És ha te ezek közül valamit csináltál, akkor a következő volt. Kérlek szépen, megköveztek. Volt két tanú, hogy te valamit megszegtél, akkor nem kérdeztek vissza, hogy 2 év börtön, és akkor még kapsz egy esélyt, hogy visszagyere. Nem, ott halálra ment a dolog. És itt szombaton azt látjuk, hogy Jézus és a tanítványai mennek keresztül a vetése, és a tanítványai kalászokat morzsolva kajálnak, mert éhesek. Először is nem lehetett szabadon mozogni a szombati napon. Olyan volt, mint a kommunizmusban, hogy meg lehet mondva, hogy meddig mehetsz el, meg meddig nem. Egy nagyon kicsi mozgástér volt csak, amit te a szombati napon járóföldként megtehettél. A vetésben nem mehettél ki. És nem végezhettél munkát sem. Márpedig a kalásznak a morzsolása, az már munka volt. Tehát pontosan mindannyian tudják, hogy mi, amit most teszünk, azt mi nem tehetnénk. Az halál. De itt az Úr, és ő vezet minket erre. Ők maguktól soha nem mentek volna keresztül a vetésen. Már csak azért sem, mert bármilyen furcsán hangzik, Izraelben már abban az időben is nagyon jó úthálózat volt. Magyarul mindenki az úton ment. Na most szombaton senki nem ment az úton sem. Erre jön ez a csapat, és képzeld el, hogy lemennek a térképről, hogy keresztül a vetésen. Jézus vezette őket. Ő volt az, aki azt mondta, hogy szombaton keljünk föl, és menjünk el. Keresztül a vetésen. És a tanítványai nem visszakérdeztek, hanem mentek vele. Mert tudták, hogy amit ő mutat, az valami egészen más, mint amit a többiek élnek. Tudták, hogy ha mi vele vagyunk, egészen újfajta megtapasztalásaink lesznek, mint bárki másnak. Mert tudták, mert látták, hogy milyen sok csodát tett. Hogy mennyire a javukat kereste azoknak, akik szükségben voltak. Hogy mennyire az volt a szívében, hogy az ember fölismerje, hogy milyen az Isten. Ő előre ment. Keresztül a vetésen. Egy úttalan úton. Nem egy járt úton ment, hanem egy új úton. Egy olyan úton, ahol soha senki nem ment. És ez egy kép is. Hogy Isten, amikor mozdul, Isten, amikor tovább akar menni, akkor nem valószínű, hogy azon az úton fog menni, ami le van fektetve. Nem valószínű, hogy arra fogja vezetni az őt követőket, amerre gondolják. Hanem ő sokszor egészen más irányt vesz az életben.
sokszor extrém módon más irányt vesz. És ezek a dolgok előre nem látható eredményeket hoznak. Sőt, akkor is érthetetlenek, amikor az ember benne van egy történetben. Ezek a tanítványok, ezek pontosan tudták, hogy az élet veszély. És pontosan tudták, hogy csak és kizárólag azért van esélyünk ezt tenni, mert Jézust követjük. És ahogy keresztül mentek, megtapasztalták a szabadságot. Hogy már nem a törvény súlya alatt élünk. Hogy nem kell félnünk attól, hogy szombaton nem mehetünk el. Hogy nem kell félnünk attól, hogy ha éhesek vagyunk, akkor nem mehetünk. Mert valakik azt mondják, akik beszélnek Istenről, akik azt mondják, hogy ők ismerik Istent, és azt mondják, hogy mit nem tehetsz. De hogy rájuk nézel, látod, hogy ők is olyan távol vannak Istentől, mint azok, akik nem is ismerik őt. Rájöttek arra, hogy Jézussal szabadság van. Új utak vannak. És gondoskodás. És biztonság. És szeretet. És ahogy mentek itt a vetésem, a történet egy fordulatot vesz. Ugyanis a következő vers, azért milyen jó, hogy már második versre jutottunk, nem? Némelyek pedig a farizeusok közül így szóltak. Miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad? De most, hogy ők hogy kerültek oda, az egy érdekes kérdés. Lekúztak előttük a vetésbe, tudod? Figyeljetek, mindjárt jönnek, várjál, mert még ne szólj nekik. Még nem kajál. Most! Fölálltak, bebuktatták magukat is, rendesen. Jó az úr, na. Szóval, és akkor az, hogy ők hogy kerültek oda, az nem is volt kérdés. Hát ők a törvény őrei. Ők azok, akik megmondják, hogy mit tehetsz. És oda mennek, azt mondják, mindjárt. Vigyázz, az utolsó napod, jól néz körül. Mindjárt megkövezünk. Akkor mondják, hogy hát miért tesztek olyat, amit nem szabad? Azért, amikor a halálos fenyegetettségben, ez kicsit gyenge mondatnak tűnik. Tehát illik megjegyezni a hátteret, hogy itt a halálról beszélünk. Tehát nem jó kedvűen akartak mondani, olyan dolgokat ne tegyél már, hát ennyi. Nem. Mindenki tudta, hogy itt az élet és a halál a játéktér. És amit az Úr válaszol, amit ő mond itt, az egy egészen csodálatos ajándék tőle. Ugyanis megvédi ezt az életformát. Megvédi a tanítványait. Bibliai alapokon mond választ. És talán kijelentést tesz magáról. Arról, hogy ki is ő. És mit kap az, aki őt követi. És milyen életre hívja el azokat, akik olyanok lesznek, mint azok az egyszerű emberek, akik akkor az ő tanítványai voltak. És a következőt olvassuk. Jézus pedig így felett nekik. Nem olvastátok, mit cselekedett Dávid, amikor ő és a vele lévők megéheztek? Hogyan ment be az úrházába, és vette el a szent kenyereket, megette, és adott azoknak is, akik vele voltak? Pedig azokat nem szabad másnak megennie, csak a papoknak. Ennyi. Igen. Jézus az írásokra hivatkozva egy történetet tár az őt figyelő farizeusoknak, az írástudóknak, akik arról voltak híresek, hogy az írások alapján nem csak azt mondták meg, hogy szombaton mit tehetsz, meg mit nem, hanem az egész életet. Ők voltak az írásnak a tudói. Ők voltak azok, akik ezt tanították. Ők voltak a vallásos vezetők abban az időben. És Jézus az írásokból válaszol nekik. És előhoz egy történetet. Amikor is Dávid, aki éppen menekült Saul elől, megérkezik Nóbba, és ott van Ahimélek, a pap, és mondja neki, hogy adjál öt kenyeret vagy valamit, mert meghalunk éhen. És akkor mondta neki a papa, figyelj, de van egy kis gond. Tehát normális kenyér az nincs. Hát itt a templomban az úrasztalánál ott van a kenyér, hát most te is tudod, meg én is tudom, hogy ezt nem adhatnám oda. És akkor mond valamit, ami kicsit vicces. Tehát ugye arról szól a történet, hogy csak a papok ehetik meg,
a pap meg megkérdezi, fél, ha nem voltak asszonnyal az embereid, akkor ehettek. Tehát most ez nincs benne az igében, de mindegy. És akkor mondta Dávid, hát hol a napok óta ezt sétálgatunk itt a sivatagba, és akkor éhezünk. És akkor megették a kenyeret, és utána tovább menekült, és el is ment a filiszteusokhoz. Jézus egy történetet föltár a törvény képviselői előtt, hogy Dávidot mindannyian nagyra tartjátok. Ő volt az a király, akin keresztül olyan sok áldás jött erre a népre. Ő volt az Isten szíve szerint való férfi. És ő is, amikor szükségben volt, amikor menekült, akkor tett olyan dolgokat, amit nem tehetett volna. És mégis megtette. És amit ezután mond, az a következő. Az 5. vers. És azt mondta nekik, az emberfia ura a szombatnak. Ő az emberfia. Ő ura ennek a törvényrendszernek, aminek a része a szombat. Ő ura mindannak, amit Mózesen keresztül a nép megkapott, hogy hogyan éljen, hogy milyen szokásai legyenek, milyen istentiszteleti formái legyenek. És megjelent Jézus Krisztus. Keresztül a mezőn egy kicsi csoport egyszerű emberrel, és amikor lebuktatják magukat a farizeusok, akkor Jézus az, aki föláll velük szemben, és elmondja azt, hogy mi ezt miért csináljuk. Elmondja nekik, hogy ő az emberfia, és ő ura a szombatnak. És ő a szabadító, az Úr, a megváltó. Az Isten maga. És egy egészen újfajta életet akar bemutatni azoknak, akik az ő követői. Akik már nem a törvény átka alatt élnek, hanem a kegyelemben, egy egészen különleges életmódra, egy olyan életmódra mennek, amiről nem tudják merre megy, de az Úrral együtt vagyunk. Új helyekre, új utakra, új lehetőségekre, egészen különleges viszonyra világít rá Jézus. Dávidot említi itt Jézus. És Dávid említése azért is különleges, mert abban az időben, amikor Jézus megszületett, nagyon erős messiás váró hangulat volt. Az emberek nagyon várták már azt, hogy megszülessen végre a messiás. Nagyon nagy volt a várakozás. Azok az emberek, akik közel laktak Betlehemhez, és Júda törzséből valóak voltak, mert mindannyian pontosan tudták, hogy a messiás Júda törzséből való lesz, és Betlehemben, Dávid városában fog megszületni. Ezek az emberek, amikor valaki a környékükön egy állapotos hölgy lett, egy áldott állapotba került, akkor izgatottság jött el, hogy lehet, hogy ő szüli meg a messiást. Mert nem tudták, hogy ki fogja ezt megszülni. Nem tudták, hogy mikor fog pontosan eljönni. De Dávid városában fog születni. És amikor ő megszületik, akkor ő szabadító lesz. És ez a szabadítás, látjuk itt is, hogy egészen másfajta értelmet kap Jézuson keresztül, mint ahogy azt az emberek elvárták. A Lukács evangéliumának a 2. fejezete, és itt most átmegyünk a karácsonyba, a következő tárja elénk. 8. vers a 2. fejezetben. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége. Ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt. Ne féljetek, mert íme nagy örömöt hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz. Mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Megszületett az üdvözítő, a megtartó, a szabadító, a messiás, a Krisztus. Ez a nagy öröm, ami nem csak azoknak a pásztoroknak lesz öröm, nem csak azoknak, akik éppen Izraelben élnek, hanem minden nép számára nagy öröm lesz,
mert megszületik Dávid városában, megszületett éppen az adott napon az, akit várt a világ. Az, aki megoldást hoz az embernek, megoldást hoz azoknak, akik a vallás tekintélye alatt élnek, és megoldást hoz azoknak is, akik nem is ismerik Istent. És bármelyik népből, bárki is az illető, ez a lehetőség, hogy Jézus Krisztus megjelent és megszületett, nagy öröm lesz mindenki számára. És ugye itt egyszerű pásztorok voltak, és gondolkoztam azon, hogy hát most mi már sok ilyen sci fiction filmet láttunk, ahol különböző lények megjelennek. Most őszintén, te mit szólnál, tegyük föl, hogy mennél a körúton, azt két angyal megjelenne melletted, és mondaná, hogy megszületett Jézus. Úgy most más mondanám, mert ő már megszületett, de hogy... Tehát megjelenne a semmiből két angyali lény, vagy több is, és itt azt mondja, hogy nagyon megrettentek. Én másszóval írnám ezt le. Tehát utána nem valószínű, hogy az lenne a reakció még az nap, hogy te valamit csinálsz. Tehát az, hogy menjünk el és nézzük meg, az nem tudom, hogy hogy van. Tehát biztos, hogy azt hinnék a többiek is, hogy magadon kívül vagy, ami igaz is. És ha mondasz valamit, akkor ennek az állapotnak tudják be. Tehát elég gyors rehabilitáció mentek keresztül, mindenki megértette, amit mondani akarnak. Tehát egy nagy megrettenés volt, mert az angyalok kinyilvánították, hogy az Isten ember lett. Hogy eljött a kegyelem ideje. Hogy eljött egy új korszak az emberiség történetében. Eljött valami, ami a törvény átka alól kihozza az embereket, és Isten kegyelmi ajándékát elfogadva, vele egy különleges kapcsolatba kerülve, egészen másképp élhetik az életüket Istennel, mint azok, akik beszélnek róla. És mindegy, hogy ki az illető. Mert Isten személyválogatás nélkül mindenkinek ad magából, és mindenkit személyesen vezet keresztül az ő rétjén, ahol ehet, és ahol megvédi, és ahol gondoskodik róla, és ahol ott van ő, ott van az Úr. És ő mozog, és soha nem a járt úton jár. És ahogy ezek a pásztorok meghallották azt, hogy nagy öröm, mert megszületett Dávid városában a Messiás Krisztus, aki szabadító, aki a hamis istenképtől is megszabadít. Mert igen, megszabadít a bűnöktől. Megszabadít az örök haláltól. Megszabadít a kárhozattól, az átkoktól. Megszabadít mindattól, ami az ember bűne miatt az örök sorsa. Az Isten nélküli állapottól, azoknak a terheknek a cipelésétől, attól a sok szégyentől, attól a sok elidegenedéstől, amit a gonosz elvégzett minden ember életében. Megszabadít ettől. És az evangéliumnak egy igen markáns része arról szól, hogy ember lett az Isten, aki meghalt a mi bűneink miatt, és három nappal később föltámadt azért, hogy nekünk örök életet, bűnbocsánatot és tökéletes életet biztosítson. Hogy szövetséget kössön minden népben, minden emberrel. Igen, ezt ünnepeljük, hogy megszületett Jézus Krisztus. A nagy örömet, hogy végre eljött az a kegyelmi idő, az időnek a teljessége, amire már nincs mire várni. Már itt van, már elérhető, már hallani lehet, már érezni lehet. Igen, erről szól az evangéliumnak egy nagyon fontos része, hogy ő legyőzte mindazokat a dolgokat, amik az embert nyomorgatták. És egy csodálatos, élettel teli, örömmel teli életet hozott az embernek. De ő nem csak ezt győzte le, nem csak erre hozott szabadítást, hanem szabadítást hozott a vallásos élet alól is. Mert nagyon sokszor mi, akik elfogadtuk az ő kegyelmét, mi, akik elfordultunk a régi életünktől, mi, akik már befogadtuk őt a szívünkbe, és elpecsételtettünk az örök életre, mi, akik tudjuk, hogy ha ma meghalnánk, akkor a mennyországba mennénk, mert Jézus Krisztusban megkaptuk az Isten kegyelmi ajándékát, az örök életet, és eljutottunk a hitünk céljára, a lelkünk üdvösségére. Mi olyan sokszor a vallás terhe alatt élünk. Mi olyan sokszor betartjuk azokat a szabályokat, amik minket körülvesznek,
és egy üres, istentelen, másikat figyelő életet élünk. Akik olvassák az írásokat, akik erre figyelnek, de nem ismerik magát az Urat, és nem ismerik az ő kegyelmét, és nem ismerik azt, amit ő képvisel, és nem ismerik az új életet. És tudod, ha valamilyen nem akarja, hogy az Úr legyél, ha valami miatt ő föláll és kegyelmet ad, az éppen az ilyen élet. Ő nagyon-nagyon távol akar tartani mindenkit attól, hogy amikor már az ő családjához tartozik, akkor ezt a kegyelmi állapotot elfordítva a törvény átka alá visszamenjen, és tőle távol, a cselekedetében bízva megpróbáljon egy igazolt életet élni, Istenre hivatkozva, de üresen, és az Isten szépsége nélkül. Az evangélium ma is szól. Ezen az utolsó vasárnap estés alkalman is. És szól azoknak, akik ma úgy jöttek ide, hogy még nem ismerik meg, kicsoda Jézus Krisztus. Kicsoda a názáreti Jézus, aki megszületett. A nagy örömet, hogy van örök élet, hogy letehetem a bűneimet, hogy Isten nem haragszik, hogy Isten nem vádol, hogy az ő beszédei csodálatosak, hogy erő áramlott ki a szavaiból, amikor ő beszélt, hogy kedves volt az ő beszéde, és ezt a Lukács evangélium a 4. fejezete 2 helyen is írja, illetve a Máté evangélium 22. fejezete is írja, hogy mindenki csodálkozott, hogy ő egészen másképp tanította azokat a beszédeket. Mindenki csodálkozott, hogy nem csak beszélt, hanem bemutatta az Isten szeretetét. És ez mennyivel kiteljesedett, amikor az ő kereszt halálán keresztül láthattuk azt, hogy ő mennyire szeret minket. Hogy önmagát is odaadta azért, hogy ennek a váltságnak az árát kifizetve mi ingyen elfogadhassuk az ő kegyelmét, az ő új ajándékát, az örök életet. És tudjátok, van egy gondolat bennem, hogy a kegyelmet elfogadni, az ingyen van. Volt már valaki, felébredünk, jó? Figyeljetek, jó, rendben van. Okay. Volt már olyan, hogy valaki nagyon csúnyán viselkedett veled? Volt, nem kell felmegyek a kezed, mert akkor egyből hazudnál, és nem akarom, hogyha lemarad. Tehát igen volt, igaz? Ez igen volt. Mindenünknek volt, aki nem úgy viselkedett, ahogy szerettük volna, ahogy megérdemeltük, hanem úgy viselkedett, mint egy igazi pont, úgyis kivágjuk. Na, úgy. És azt mondom, fú, nem tudom, melyik kezem erősebb, azzal ütöm. Na, akkor egy is elég, és akkor neki sem faj, meg nekem sem. És kegyelmet adtál neki? Hogy nem az ő bűnei szerint viselkedtél vele? Hogy nem azt adtad neki, ami megérdemelt volna, hanem kegyelmet adtam. Azt az állapotot, azt biztosan nem felejted el, mert azt úgy hívják, hogy nagyon nehéz. Úgy visszatartani magad, hogy mint amikor a kocsi előtt vagy, hogy nem akarsz lelépni. Hogy... Ez most nem jó, hogy mindegy. Na. Aki adja a kegyelmet, az nagyon nagy árat fizet. Annak ez nagyon fáj. A kegyelmet elfogadni, az ingyen van. Ja, hát én ilyen vagyok. Persze, hogy adjad csak nyugodtan. A kegyelmet elfogadni, az ingyen van. Nem kerül semmibe. Adni, az nagyon sokba kerül. És mindig az fizet, aki adja. És az Úr nagyon sokat fizetett a kegyelemért. Ő az életét odaadta ezért. Önként. Mert szeret. És ma ez az örömhír, hogy ma ő itt van, és megszólít téged. És azt mondja, hogy szeretlek. És ha szeretnéd azt, hogy örökké éljél azzal az Istennel, aki meg is mutatta, hogy mennyire szeret, erre nem sokára lesz lehetőséged. És csak készítsd a szívedet, hogy ne csak fölemeld a kezedet, hanem ez komoly döntés legyen. Mert Isten komolyan gondolja az örök életet, és ő ezt ajándékba adja, mert mindent ő fizetett. Viszont szeretném megszólítani azokat is,
akik már elfogadtátok ezt, és hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk, és az jó érzés, igaz jó? Jó örök élni? Hát ennyire, hallod? Ha azt mondom, hogy nyerte a Fradi, mindenki újjong, azt mondom, örök kénz, akkor azt mondja, ja, jó, mennyire nyerte a Fradi? Érdekes. Ahogy változunk, és ahogy egy új év kezdődik, az Úr hiszem, hogy azt szeretné, hogy te is legyél ott a jelenlétében, ne az legyél, aki farizeusként lebújik a dzsindzsásba, ezt kiabál, hanem az legyél, aki az ő csapatában vagy, aki keresztül megy a vetésen vele, aki már nem a törvény félelméből, Istentől távol, a messiást nem fölismerve, képviselsz valamit, aminek semmi értelme nincs, hanem legyél az, aki élvezed a szabadságot, amit ő lehozott a földre. Nem csak a bűnök bocsánatát, hanem ezt az újfajta életet, amit nem tudod, hogy milyen. Már soha nem jártál még rajta. Lehet, hogy még soha nem is próbáltad meg. Lehet, hogy a mai napig úgy jöttél ide, hogy egy törvényrendszer határozta meg a viszonyodat Istennel. És meg akarsz felelni neki? És távol van tőled? És félsz tőle? És bántasz, hogyha más-másképp él? Az Úr ma meg akar szólítani téged is. És egy új esélyt akar adni. Ő új úton megy, és egy különleges áldást tartogat a számodra. Ez pedig az ő kegyelme. Hogy már szabad vagy. Mert az örömhír számodra is örömhír. Ez az örömhír pedig az, hogy kifizetett mindent. Betöltötte a törvényt, és szabaddá tett téged. Nem lehet úgy hirdetni az örömhírt. Nem lehet úgy megélni a kereszténységet, hogy ezt nem ismered. Mert addig csak beszélsz róla, és addig minden mást képviselsz, csak nem őt. És azt gondolom, hogy egy új év kezdődik, ebben az új évben egy csomó új kihívás lesz, de legyetek azok, akik ott vagytok az Úrral a vetésben. Amen? Amen. És most, mielőtt még följönnek majd a dicsőítés szolgálói, rövid lettem volna, de kicsit hosszú lett, elnézést, én szeretném, ha meghajtanánk a fejünket mindannyian. És szeretnék esélyt adni először azoknak, akik már elfogadtátok Jézus Krisztusban Isten kegyelmi ajándékát, akik már tudjátok, hogy nem csak test, hanem lélek által is újjászületett vagytok, akik tudjátok, hogy Isten gyermekei vagytok, akiknek minden bűne meg van bocsájtva a múltban, a jelenben és a jövőben, akik élvezitek az ő szövetségét, és mindazt, ami ő, és szeretnétek egy választ adni neki. És szeretnétek azt, hogy ti is hadd lássatok igazán szabadok, és élvezétek mindazt, ami ő, és amit ő ad az életetekre. Szeretnék esélyt adni nektek, most, hogy ahogy mindenkinek meg van hagyítva a feje, hogyha te ez vagy itt ma, és szeretné válaszolni Istennek, hogy ebben az új évben te igazán az akarsz tenni, aki ő akarja, hogy legyél, mert ő kegyelmet akar adni, és szabaddá akar tenni, mert ez az ő neve, akkor emeld fel a kezed, és jelezed ezt neki. A szomszédot se fogja látni, én meg nem mondom el, hogy ki voltál, mert csak neki jelzed. És előbb szeretném, hogyha mi együtt imádkoznánk. És én kicsit hangosabban tudok imádkozni, úgyhogy én fogok imádkozni, ti meg velem lesztek. Úgyhogy imádkozunk először. Istenünk, köszönjük, hogy nagyon-nagyon csodálatos Isten vagy. És köszönjük, Uram, hogy te, amikor megjelentél, akkor megjelent az Isten kegyelme. És mi ebből a kegyelemből veszünk halmozottan kegyelmet. És csak csodálunk téged, mert te ezzel vagy telve.
És igen, sóvárgunk utánad, és keressük a jelenlétedet, és szeretnénk ott lenni, ahol te vagy. És szeretnénk igent mondani a te szabadra, hogy arra vezessél, amerre akarsz, ami néha teljesen furcsa számukra. De bízunk benned, és tudjuk, hogy te többet hozol ki az életünkből, mint amit mi kihozhatnak. És nem akarunk a vallásosságban elbújni, és nem akarunk egy rendszernek a részeként üresen élni, hanem szeretnénk azok lenni, akik személyesen a te jelenlétedben újjongnak, annak az igazi örömnek, amit te hoztál, és aki te vagy. És akik fölemelték a kezüket, akár az internet előtt is, én kérlek téged, édesatyám, a Jézus nevében, hogy a te drága jelenléteddel, a te szellemeddel járjad át őket, vedd le a terheiket, és mutasd meg nekik, hogy te vagy, aki megvéded ezt az életformát, és te vagy az, aki előre mész, és te vagy az, aki gondoskodsz és győzelmet adsz. És köszönöm. Köszönöm ezt az új esélyt, az új évre, az új kezdetre. Legyen áldott a te neved, aki nem hagysz minket olyannak, amilyenek vagyunk, és munkálkodsz azon, hogy egyre inkább hasonlítsunk hozzád. Jézus nevében, amen. Amen. És most itt utoljára, még az évben szeretnék esélyt adni. Hajtsuk meg még a fejünket, jó? Tényleg, most várjál, mert te már jó vagy, azt mindenki, akkor maradjon így. Azoknak, akik ma úgy jöttetek ide, hogy még nem vagytok biztosak abban, hogyha ma meghalnátok, akkor minden bűnötök meg van bocsátva, és a mennyországba mentek, mert Jézus Krisztus a ti életetek része. Ha úgy jöttél ide, hogy nem tudod biztosan, hogy ő benned él, hogy szövetséget kötött veled, ha még nem érzed, ha nem tudod, ha nem vagy bizonyos abban, hogy az ő családjához tartozó, hogy az ő örököse vagy, ha még nem érezted meg a szívedben és az elmédben, nem tudod azt, hogy te hozzá tartozol, és ő már örökké a tied, akkor én szeretnék egy igazi ajándékot megnyitni a számodra, hogy legyen ez a karácsonyi ajándékod, hogy ma Isten vár téged. És szeretne esélyt adni arra, hogy mindez, ami ma van, az ma véget érjen, és ma lássa az ő gyermeke, aki fölött legyőzte a halált, akinek megbocsájtotta a bűnét, akinek adott egy új esélyt az örök életre. Ha te ma így vagy itt, és amíg mindenkinek meg van hajtva a feje, akkor kérlek, hogy te is emeld fel a kezedet. Igen, látlak téged. Téged is látlak. Téged is látlak. Van még valaki, aki szeretné? Téged is látlak. Téged is látlak. Dicsőség az Istennek. Szeretném, ha mindannyian felállnánk, és együtt imádkoznánk egy imádságot, és utána az imádság után kezdődne a dicsőítés, és együtt elimádkoznánk azt az imádságot, ami a mi kezdetünk volt az Úrral, és ezzel bátorítanak azokat, akik ma döntést hoztak az Úr mellett. Nem tudod, hogy ki az, én meg nem mondom el, de tapsuljuk meg az Urat, aki ezt a munkát elvégezte. És most, hogy igazi öröm és ünnep van, akkor egy örömimát elmondunk, jó? Együtt. Ti is most gyertek velem. Szebb hangotok van, mint nekem, biztos. Édesatyám, köszönöm a te fiadat, a názáreti Krisztust, és köszönöm, hogy Jézusban minden bűnömet megbocsájtottad. És én elfogadom a te ajándékodat. És megköszönöm, hogy új életet adsz. És szeretnék a te gyermeked lenni. Ezért megnyitom most a szívemet. És behívlak téged, Istenem. Hogy légy az én Uram, légy az én Istenem. És köszönöm azt az ajándékot, aki te vagy. És köszönöm azt a kegyelmet, ami megtart. Köszönöm, hogy föltámadok, mert bennem élsz, és a gyermeked vagyok.
Jézus nevében. Amen. Dicsérjük az Urat, utána meg majd még kajálunk is. Hitre mi,
Say
csak tégedet. Uram, köszönöm, hogy imádhatunk téged. Köszönöm, hogy eljöttél, és szabaddá tettél minket. Köszönöm, hogy ezt a szabadságot, ezzel élhetünk minden nap, Uram. Nem akarjuk elrejteni mindazt, amit adtál nekünk. Olyan hálásak vagyunk neked ezért. És hálás vagyok, Uram, hogy itt lehettünk. Hálás vagyok azért, hogy itt voltál a te jelenléteddel. Köszönöm, hogy mindig jössz, amikor mi várunk és hívunk téged. Olyan kedves a te jelenléted. Uram, mindenünk a tiéd. Köszönöm, hogy átölelsz a te jelenléteddel. Gyertek még egy dal elejéig, dicsérjük őt. Átölel jelenléted. Csak rólad álmodom, várok rá.
Nagyon szép évzáró ez. Imádkoznék még egyet én is. Mennyi atyám, annyira hálás vagyok azért, hogy végig kísértél minket ebben az évben, és én csak köszönöm azt, hogy te egy jó Isten vagy, és hogy fontos vagyunk számodra. Kérlek, áld meg a jövő évünket, és még azt a pár hetet, ami hátra van ebből a hétből. A te nagy nevedben, amen. Szóval, hát vége a 2013-nak, mármint a vasárnap esténél. Akkor még itt tudtok az Áll-e zenekartól CD-t venni. Kint van kaja, illetve kórusjegyet is tudtok venni a kóruskoncertekre, és legközelebb január 12-én fogunk találkozni, és akkor Henderson Dávid fog itt zenélni nekünk. Úgyhogy az egy szép év kezdő lesz. 22-e, az pedig a cipős doboz, igen. Arra megjelentkezzetek az infókukat vasárnapeste.hu-n. Úgyhogy kint van kaja, és maradjatok, ameddig akartok. Sziasztok!